A szalagtűző igazi magyar hagyomány. Selmecbányáról származik, az ottani diákok a 19. században jelölték meg először színes szalaggal a végzőseiket. Azóta az egész országban elterjedt ez a szép hagyomány. Sőt, a szalagtűzés igazi ünnepé lett a diákok körében, amire jó előre fel is készülnek. Egy keringővel készültünk, amit ma mindjárt előadunk. Két hónap körülbelül, szeptember elején már elkezdtük, szeptember 7-én, és most fogjuk előadni. Sok táncpróba volt, de azon kívül igazából semmit nem készültünk. Én sok mindent nem érzek. Annyira nem izgulok, de azért ez egy hosszú időszakot zár le, úgyhogy azért jó érzés, hogy ezt végig tudtuk csinálni. A táncot persze leginkább a végzős lányok élvezik. Ők ilyenkor az estet megelőző napon gyakran órákon át csinosítgatják magukat. Bécsi keringővel készültünk. Egy héten egyszer, hétfőn 6 óra fél héttől próbáltunk a mi osztályunk. Nagyon sokat gyakoroltunk, valakinek volt, akinek 3 hétig nem volt a párja, vagy akár volt olyan, hogy nem is nagyon jöttek próbára, de megoldottuk, és remélem, hogy nagyon szép lesz. Én nagyon izgultam ezért az egészért, meg hát ez egy megtiszteltetés szerintem is. Nem tudom, nekem nagyon jól esett, örültem, hogy az a lány ballaktatott, akit kinéztem, vagy ballaktatott, tűzött, akit kinéztem. Hát nem tudom, nagyon megható élmény volt. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnáziumban a hagyomány szerint a kékszínű szalagot egyszerre tűzik fel valamennyi végzős diák mellére. A lovarda épületében így egyszerre több százan figyelik, ahogy a fiatal felnőttek ezzel a szimbolikus tettel elindulnak a felnőtté válás útján, ez a látvány pedig egészen lenyűgöző. A Tolnai Gimnáziumban 58-an kaptak szalagot, 58-an fognak érettségizni a 6, illetve a 4 évfolyamos osztályunkban. Most egy magas létszámú évfolyam volt, 30 fölötti az egyik osztály létszáma, tehát most elég sokan ballagnak el az iskolából. Én szoktam a diákoknak mondani, most is próbáltam erre utalni, hogy használják ki az időt is, és természetesen a tanároknak a segítségét és a tanárok tudását is, hiszen nagyon meg lehet könnyíteni a diákoknak a felkészülést, ha ők is partnerek ebben. Ilyenkor szerintem minden pedagógusnak eszébe jut, hogy milyenek is voltak a gyerekek, amikor ide kerültek, 12 vagy 14 évesen, és valószínűleg jó érzés mindenkinek látni, hogy mi lett belőlük, hogy mennyit fejlődtek, van, aki különösen sokat fejlődött mindenféle értelemben, és ez nagyon jó érzés, hogy ehhez azért mi is hozzátettünk egy keveset. Bár az érettségig még hónapok vannak hátra, a legtöbb diák ilyenkor már pontosan tudja, hogy merre szeretne majd tovább tanulni. Azt tudom már, hogy hova akarok menni, szeretném folytatni a sportot is majd, szóval azért megvannak nagyjából a tervek. Nagyon régóta gondolkozom rajta, már igazából 8. korom óta. Amin így gondolkoztam, az a pszichológia, testnevelési egyetem, vagy testnevelési, illetve történelemtanár. Ezeken gondolkodtam, úgyhogy nem tudom, de ezek közül majd valamelyik majd kiderül.